Tisztelettel köszöntöm Pirog Gábort. Gratulálok ehhez a fantasztikus... Hát nagyon szépen köszönöm. Ez a fantasztikus showhoz. Ez hanyadik előadás lehetett, ha lehet ilyet kérdezni? Ez az első előadás volt most igazából, de hát nagyon nehezen állt össze. Rengeteg sok emberre dolgoztunk, és nagyon komoly akciók színesítették a programot. De hát tényleg én nem tudod, soha nem voltam a nagy szavak híve, de ez minden idők legjobb kaszkodősója volt. Én mondom, Amerikába jártam, dolgozom is, és az univerzást úgy benne álmáltam, ilyen fit showt, ennyi akcióval, így a helyén volt minden. Hát egyszerűen annyira gratulálok a csapatnak, hogy ez egy fantasztikus érzés. Ők a következő évtized vagy évszázad Pirog Gáborai? Vannak köztük, igen, vannak köztük, és nagyon tehetséges, nagyon ügyes gyerekek, szerencsére vannak, lovagolni tudók is köztük. Hát ezek a parkülős játszok lejárnak eddig, és a kaszkadőr iskolámba gyakorlatilag a tanítványaim. Hol lehet, aki kaszkadőrködni szeretne, hol talál meg téged? Hát a honlapomon, a www.piroggabor.hu-n kapcsolatban lép velünk, akkor ilyen klubszerűen van az az edzés, a műugrás, lovardai foglalkozások, ott, és akkor a honlapon van a kaszkadőr iskoláról információk, és akkor ezt megnézi, meg ugye rengeteg anyag, fénykép, világstárokkal, és akkor még nagyobb kedvet kap a mi szakmánkhoz. Ez a show, amit itt előadtatok, a te kreatúrád, úgy a műsorközlő szerint, tehát ezzel fogjátok-e járni a környéket, országokat, vagy láthatjuk-e még valahol máshol is? Nem, mindig igazából ez egy egyedi, egyszeri show, tehát én úgy dolgozom a honlapomat, ha megnézed, akkor láthatod, hogy egyedi megrendelésre a helyszínhez igazítom, különleges műsorokat rakok össze. Most voltunk Jászfény Szalón, ott voltak olyan, nem tudom, lehet kimondani, a Samsung napok a szponzor nevét, tehát a Samsungnak volt családi napja, több ezer vendég volt, és ott csináltunk egy ugrósót például, tehát darulról ugrottunk, a végén egy jégkaszkadő vetette le magát közel 30 méter magasból, úgyhogy de mindig a helyszínhez igazítom, és az alkalomhoz igazítom a műsort. A magyar kaszkadőr társadalmat hova helyeznéd a nemzetközi viszonylatban? Hát maximálisan az én oldalba, mert tehát ez nem tömegesen kell érteni, hanem mindig van 3-4-5 olyan ember most is a Magyarországon, akik abszolút a nemzetközi élvonalba tartoznak. Ugye sok évtizeddel ezelőtt csak én voltam az egyetlen, aki járt a világot, hogy egyedül kaszkadőrként dolgoztam a Titanicba, de szerencsére sikerült kinevelnem egy generációt, most a Herculesbe dolgoznak, nagyon jó barátaim, Szabó Gazsi például, mint az öcsém lenne, ő most ugye közel 40 éves, de a top kaszkadőre a világfilmgyártásnak. Azzal, hogy Magyarországra kerültek ez a nemzetközi filmstúdiók, szerinted segítették ennek a szakmának a magyarországi fejlődését? Feltétlenül, hát mindenféleképpen van egy óriási húzása, mert ugye óriási felszívó ereje van, hisz egyre több kaszkadőre van szükség. Hát az jó lenne, hogyha nem csak úgy, tehát mennyiségileg, hanem minőségileg is lenne egy ilyen javulást, mert kénytelenek vagyunk kiszolgálni a produkciókat, kiszolgáljuk őket. Most például 4 nagy produkció fut, én is most kezdek 2-t, csinálok is egy svéd filmet, és ezért nem is tudom, a Herkulesben nem tudok dolgozni majd, és utána az Argo 2-t csinálom, mint kaszkadőr szakértő. Meddig lehet kitolni a kaszkadőrség élet, tehát meddig lehet ezt csinálni? Mikor 40 éves voltam, azt hittem, hogy örökké, de nem. Most már 60 elmúltam. Nem, kiöregedsz, úgy, mint egy élsportoló, egy focista, tehát még el lehet NB2-be passzogatni, vagy utána a Blasz 1-be, és utána már csak az öreg fiúkba. Nálunk is ugyanez van, tehát már olyan akciókat, amiket nagyon élesen csináltam, hogy 60 méterre leugrottam, vagy ugye beugrottam busszal a Dunába, vagy Titanicról levetettem magam, és a korláton megpüldővel zuhantam a tengerbe. Hát azokat az akciókat már nem képes az ember megcsinálni.